Egy-egyes állásról várható a székesfehérvári visszavágót a Múlfehérvár FC és a Mezőköves csapata. Az idegenbeli gól miatt azonban talán picit a hazaiak lehettek nyugodtabbak. Náluk ugyanakkor Pátkai Máté megbetegedett, a hétfői edzést is kihagyta, rajta kívül pedig Funsor sincs ott a kezdőben, helyettük viszont ott van Loik Négo és Elek Ákos, ők kaptak most át bizonyítási lehetőséget. A túloldalon a Kövesdiek vezetőedzőjét az előző mérkőzésen eltiltották, Kuttor Attilát most Tóth Mihály helyettesíti, Kuttor pedig a lelátóról figyeli az összecsapást. A kezdőben négy helyen változtattak a vendégek, bekerült Eperjesi, Sie, Messi és Pekár is, Perez Zsombor pedig eltiltása miatt nem állt a vendégek rendelkezésére. 6 gól és 8 gólpassz a mutatója a bajnokságban Iván Petriáknak. Nagyon elkapta a fonalat. Azt megelőzően, hogy félbe kellett szakítani a bajnokságot. Az első mérkőzésen itt a Magyar Kupában, az odavágón, ha úgy tetszik, ott is volt egy szép lövése, aztán Szappanos hárította, jobb alsóból tolta ki. Ideiglenesen ember hátrányban egyelőre a hazai együttes, hiszen Eperjesi már visszatért, Petriák viszont még nem. Muszliu lép ki, az ügyes, Cseri ki oldalra, siathatja be, négy vendégjátékos, jól jön be, gól! Megszerzi a vezetést a Mezőkövest, a 8. perc kezdődött meg a találkozón, és ebben nagyon sok minden benne volt, az, ahogyan beívelték balról Siék. Gól a vége. Talán Kovácsik védett reflexzerűen, ezt majd a lassításból megtudhatjuk hamarosan. Kuttor Attila így örül, visszafogottan. Itt pedig Tóth Mihály, a másodedző, aki most ezen a mérkőzésen bármit mondhat kis túlzással, nyilván a megfelelő keretek között. A beívelés nagyon jó, és a kipattanó labda gyakorlatilag rápattan Zivzivadze mellkasára. És hát azt még reflexzerűen sem lehetett védenie Kovácsiknak. Elképesztő góllal szerez vezetést a Mezőkövesd, és áll jelen pillanatban továbbjutásra. Uri szabadrugása a 10. percben, a hosszú Eleket keresi, ott lehet a helyzet fölé! Büntetőt reklamálnak a fehérváriak, szöglet lesz azonban csupán a vége. Muszlió húzódott előre, és ő számtalanszor került már veszélyes helyzetbe, sőt volt olyan a kupában is adott esetben, meg bajnokin is, hogy a hosszabbításban mondjuk ő szerezhetett találatot. Egy csukafejessel próbálkozott, és valóban odarúgnak neki a fehérmezesek. De ez egy nagyon nagy mentés. Hát érdekes, nagyon mélyre is hajolt egyébként Muszliu. Azt nem csodálom, hogy fájt neki, sőt, látható, hogy föl is szakadt a bőre. Négo perdített volna. Muszliu. Zivzivadze szerez labdát, és jön mellette Besirovic a hosszú oldalon. Zivzivadze helyzetben, elmegy keresztbe. Egy kövesdi kontra kellett hozzá, Muszliu nagy hibája is. Minden esetre ez hatalmas lehetőség volt a vendégek előtt. Rosszul veszi át Muszliu, Zivzivadze elmegy, és ha van szíve, és talán egy picit előbb passzol, akkor. De hát nincs halval kezdődő mondat. Marad így az 1-0 a Mezőkövesnek. Elek. Vinicius. Megint megy a körbeadogatás. De Petriák ismét hátrafelé. Stopi rá. Az most jó beadás, Nikolic! Marad a kövesdi vezetés. Stopira első jó beadása, Nikolic pedig bele tudta tenni a belsőjét, de lesen helyezkedett egyébként, úgyhogy ha gólt lő, az sem lett volna érvényes. Uri negyedik szöglete, ezúttal nem kicsiben. Eleket nem találja meg, Cseri elhozná a kontrát, el is hozza, Kovács nem húzza vissza. Cseri kétszer is megforgatja Kovácsot. Remekül játszik Cseri Tamás ezúttal is. És a jobb oldalon robog Eperjesi. Hát, de hiába robok, ha mögé adják. Megmenti még. Kárnicki szúrt ki vele. Jó a testcsel.
Járci könnyedséggel küldték el Kovácsot. Besirovics lő mellé! Megint egy kövesdi helyzet, amit feljegyezhetünk. Ez a testcsel volt itt a kulcs, az egyik talán, és aztán egy másik testcsel elverték meg Viniciust, de a jobb kapufa mellett elmegy Besirovics kísérlete. Nikolic, Kovács, pontatlan. Négo egy évre talán csak egyszer verte meg Sijét, úgyhogy e tekintetben ül a kövesdiek húzása. Stopira. Elek vissza, Kovács, abból még lehet valami, Kovács keverget, eltöri, szappanos véd. Ott volt a helyzet az első félidő végén, Loic Négo előtt, ott lehetett volna az egyenlítés is. Kovács addig-addig kevergetett, amíg lövőhelyzet lett belőle, de Négo nem találta el jól. Ez így könnyű zsákmány volt Szappanosnak. Armin Hodzsics, a bosnyák támadó érkezett a hazai együttesben, méghozzá Fiola helyett. Muszliu. Uri, óriási a tömörülés a kövesdi kapu előterében, Négo pörgette föl. Uri. Kovács. Most befordulhat. Kovács két ember mellett el tud még menni, nem merik bántani. Négo lő, nagy védés! Szappanos párgázta ki. Kovácsot kell leginkább dicsérni, volt benne némi szerencse is, de ez egy nagy mozdulat sarokkal, és aztán Szappanos a bal alsó alól, vagy alsóból szedte ki. Óriási bravúr. Cseri teszi tovább remekül, Zivzivadze, középen Besirovics, de a hosszon is ott van Pekár, Pekár, és az övé, gól! 2-0 a mezőkövesnek! Az 54. percben, ahogy az első félidő elején eltelt, nagyjából 8 perc, most sem telik el, ennél sokkal több. És hiába támadott eddig a Fehérvár, a mezőköves drúgja a gólt. Pekár, akit beraktak Kútor Attiláék a kezdőcsapatba, góllal hálálja meg a bizalmat. Teszem hozzá, és ezt látni fogjuk, egy szenzációs kövesdi kontra. Pont a végét látjuk Cseri mozdulatának, pedig az adta meg az alaphangot. És Zivzivadze, aki melkassa a gólt szerzett, most gólpaszt ad. Pekár pedig állítgatás nélkül Kovácsik lábai között, de itt van Cseri passza. Ez volt a kulcsa ennek a támadásnak. 2-0 a kövesnek, és most már hármat kellene rúgnia a fehérváriaknak. Hosszabbítás biztosan nem lesz. Négo. Eleknek magas, az úgy viszont helyzet, de nincs gól, Szappanos véd megint. Óriási bravúr. A csereként beállt Hodzsics. Közvetlen közelről nem tud szépíteni. Elek, nem volt les. Szöglet lesz ismételten. Hát Szappanos meccsben tartja az övét, sőt több ez annál egészen pontosan. Hodzsics. Uri, nem tudnak lőni a fehérváriak. Rögtön a labdás elé tömörülnek a kövesdiek. Cseré, lebirkózza most Muszliu, Négo, még tovább, nagyon nagy gól! 2-1, és ez már érvényes. Muszliu! Illetve dehogy Muszliu, bocsánat, Hodzsics, aki csereként állt be. Ő bombázott a bal felsőbe, miközben Szappanosék veszekednek egymással. Alapvonali asszisztensen kért valamit számon. Muszliótól indult az akció, ugye ő az, aki áthámozta magát Cserin, ezért kell dicsérni, de hát ezt kegyetlenül bebombázta Hodzsics. Gyönyörű lábtartás. Pokoli nagy gól. És mindössze a második vendégsarokrugás a 68. percben. A rövidre
ott a nagy zicser, és Kovácsik mit fog? Óriási bravúr. Mes kilőtt, és a léc alól tornázta ki a hazaiak kapusa. Ez volt az előző szöglet. Ez is egy nagyon szép mozdulat egyébként, Hodzsicséhoz hasonló. Kovácsik, és talán a felső léc is segített. Igen. Alig több mint 4 perc a rendes játékidőből, a 10. székesfehérvári sarokrugás. Van fejes, és van gól is! A bal hátvéd stopira jött elő, és a 86. percben kiegyenlít a Molfehérvár FC. Jelen állás szerint idegenbelült gólokkal még mindig a Mezőkövest a továbbjutó. De ha még egy gólt lő a hazai csapat, akkor a címvédő ott lehet a fináléban. A 10. szöglet csak meghozza a várt eredményt. Stopira hatalmas lendülettel érkezik, és olyan 5,5 méterről óriási erővel fejel a bal alsóba. 2-2. Kuttor Attila szája szélén már egy apró mosoly, mert a Mezőkövest a legnagyobb sikerét aratja. Története során először bejut a Magyar Kupa fináléjába úgy, hogy 2-0-ra vezetett a Székesfehérvár otthonában, és bár kiegyenlített a címvédő, de a címvédő nem lesz ott a Magyar Kupa döntőjében, a Matyóföldiek viszont igen.